Heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Köszönjük szépen, jó estét kívánok! A múlt heti feladvány hírünk így szólt, új szolgáltatást indítottak az USA-ban. Egy internetes oldal segít abban, hogy $10 ellenében üzenhessünk a mennyországból szeretteinknek. Ezen a héten Kertész Sándor pécsi nézőnk kap Best of heti hetes DVD-t, aki Simicska Lajos elhíresült mondását érzi aktuálisnak, mely szerint? Minden embernek alkotmányos joga hülyének lenni. E heti feladvány hírünk, amelyre kommentálja... Ezen te gondolkodtál ezen a mondaton valaha, Kendrick, hogy ez a... Itt vagy? Csak érdezem. Minden embernek alkotmányos joga hülyének lenni, mondta, amikor firtatták, ugye, hogy ezek a machinációk hogy történtek. Ez nem azt jelenti, hogy aki becsületes, az hülye? De azt gondolom, hogy... Köszönöm, mehetünk tovább. Kiváló írónőtől kaptam egy nagyon hosszú Emilt. De ne olvast föl. Nem. Polgár Zsuzsa írta, hogy kedves Farkasházi Tivadar, nagyon elkeserített legutóbbi heti hete szereplése, melynek során azt találta mondani, nem szó szerint, hogy minek átképezni azt az X számú prostituáltat, mikor ugyanannyi lép majd a helyükbe. És így tovább. Polgár Zsuzsa kifejti a prostituáltak igen szomorú helyzetét, hogy a kliensek és a sticik helyett 15 éves lányokat büntetnek. Kedves Polgár Zsuzsa, én nem azt mondtam, hogy minek őket átképezni, én csak azt mondtam, hogy az esélyegyenlőségi miniszter úgy gondolja, hogy ez a probléma megoldás, én meg azt mondtam, hogy 10-szer ennyi lép a helyükbe, tehát hogyha nem 20 000, hanem 200 000 nőnek lesz jobb a helyzete Magyarországon, akkor nehezebb lesz a sticik helyzete. Ez az egyik, amit mondtam, ezt továbbra is tartom. A másik, hogy itt hosszan fejtegeti, hogy mit nem viccelődünk ezekkel a témákkal, amelyek nagyon szomorúak. Mi nagyon szomorú témákkal viccelődünk itt hétről hétre, hogy lopnak, csalnak, hazudnak ebbe az országba, de legalább egy jót öhögünk rajta. Valami Karinti Frigyes mondta, hogy a legkomolyabb humor az a legmélyebb fájdalmaim rejtekén van. Tehát igazán csak azon lehet röhögni, ami fontos dolog. E heti feladvány hírünk, amelyre kommentárjaikat várjuk a következő. Az Egyesült Államokban hálaadás napi pulykaízű üdítőitalt hoztak forgalomba. Dancs Pétertől kaptunk levelet Budapestről. Tisztelt heti hetes, tudom, hogy önök nem az a fórum, ahol felháborodásom az illetékesekhez eljut, de talán termőtalajra hullik, ha önöknek írom le. Micsoda arcátlanság az általunk megválasztott parlamenti képviselők önsajnáltatása a maratonira nyúlt szavazás kapcsán. Olvastam, hogy elfáradt a kezük a gomb nyomkodása miatt, mivel 9 órán keresztül dolgoztak. Hál' Istennek 2 óránként 10-15 perc szünetet tarthattak. Magyarországon több millió ember dolgozik naponta 9 vagy akár 12 órát is, legfeljebb egy ebéd szünettel. Ha 2 óránként leállnának, úgy lennének segbe rúgva, hogy azt is elfelejtenék, valaha volt munkahelyük. Aláírás Dancs Péter Targonca vezető. Hogy mondjak ezzel kapcsolatban valamit, én is szoktam, ilyen másik demagóg vagyok, tehát én is egy demagóg vagyok valahol. Nem, tényleg? Igen, én ezt bevallom. Majd én eldöntöm, igen? Én azt gondolom... Kétféle demagógiához csak azért, aki maga is demagóg. Hadd beszéljen. Mondjad. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne egy országban, hogy a képviselők jól éljenek, nyugodtan éljenek, higgadtan tudjanak gondolkodni, és ne kövessenek el egetverő baromságukat. Tehát 10 másodperceként nyomták a gombot, élet-halál kérdése volt majdnem mindegyik szavazás. Legyenek ott agyilag, és menjenek ki, egyenek, pisiljenek, vicceket mesenek egymásnak, ne irigyeljük őket. Viszont... A pisilés azt még elhiszem, ez a vicc, ez egy kicsit elhiszem. De én ezt egészen másképpen... Nem, de az a dolognak a lényege, hogyha hülye, akkor viszont húzzon el nagyon messze az eszkimó. Nem ez a 10 másodpercet én egészen másképpen látom. Mindig, azok mindig maradnak. A helyzet az, hogy a 10 másodperc az sok is. Sok.
Tudnélik, 10 másodperc alatt a szavazó képviselőnek, a 10 másodperc arra volt, hogy ismertessék a határozatot, és szavazzanak róla. És 10 másodperc alatt a képviselő figyelme elkalandozhat. 10 másodperc elég idő arra, hogy elábrándozzon. Gondolkodni kezdjen, érted? Na most elkezd gondolkodni, akkor itt a magához tér, most kell szavazni, ki vagyok én, mi ez a javaslat, melyik gombot kell megnyomni, eltéveszti. Az a jó, ha reflexből, bum, bum, bum. Visszelődni a szerencsétlen Jostik helyzetén, de azért 10 másodpercenként nyomni, hát azért az... Hát úgyse az azzal törődik, hogy miről van szó, hát ki vagyok én, kormánypárti vagy, kormánypárti javaslat, igen gomb. Ellenzéki vagyok, kormánypárti javaslat, nem gomb. Kormánypárti vagyok, ellenzéki javaslat, melyik gomb? Így meg. Egyének meg kell tudni értenie, mert ő is mindig úgy dönt, aztán ki vagyok a Mimi férje? Igen. Tisztelt Heti Hetes, így Túróci Erika Miskolcról. Meglepődve hallottam előző adásukban Verebes Istvántól, hogy a Bajor és a Gálvölgyi utálják egymást. Ez érthető, hiszen két teljesen egyenrangú művészről van szó, akik Ez nekem is fájt. Akik logikus emberi módon féltékenyek egymás sikereire. Mi a túróra lenne egyik a másiknál? Én például a kicsi huszárral nem vagyok ilyen rivalizálós viszonyban, mi vagy nem vagyunk egy súlycsoportban. Szabad legyen egy levélre, de általán kaptam többet is. Például onnan a közelből írt valaki megint. Mindegy. Szóval a helyzet az, hogyha büdös szemét, állat, köcsök, zsidó, cigány tetű vagyok, az engem már nem idegesít föl, csak az illetőnek kell állatian keményen leírnia, és fáradtság neki. Tehát ha azért írja, mert hogy engem kiborít, az fölösleges. De kaptam egy nagyon tisztességes levelet. Nem mondom, hogy ki írta, mert nem hatalmazott föl rá. Jeles valaki, egy egyesületnek alapító tagja, azt kifogásolja, hogy én a november 22-i adásban a Becker cikkből csak a Becker által idézett passzust citáltam. Valóban nem akartam a Becker cikk kiváló volt, remek cikk volt, de úgy gondoltam, hogy ebben egyszer is mind fölhívom figyelmet arra, hogy érdemes a cikket elolvasni. De egy nagyon érdekeset ír annak kapcsán, amiről ott szó volt. Ma este a szövetségi médiában, ez november 23-án írta nekem, valaki már SMS-ben javasolt, hogy kövessük a grúz példát. Én 1956-ot egészségügyi katonaként csináltam végig, nem kívánom még egyszer átélni az akkoriakat. Egy nagyon régi ismerősöm megbízható emberként vezet egy polgári kört. Kedden mesélte, hogy már megbeszélték azt, hogy ha átmegy a gyűlölettörvény, akkor kiket kell majd feljelenteni. Az SZDSZ és az MSZP hangsúlyos emberei után ön, mármint én, nagyon előkelő helyen áll. Hát remélem... Vagy örülnek neki, látod? Levelet kaptunk Kalamár Tamástól, aki a Barátok közt és a Szeres Most című sorozatok producere. Tisztelt Gálvölgyi és Bajor művész úr! Meghatott azon igyekezetük, amellyel népszerűsítették a Szeres Most című produkciónkat. Abból, ami van nekem, igen. Mivel... Kalamár azt hiszik, hogy ez az egyetlen műsor, amit a Gálvölgyi leszart. Nem, minden más, amiben nem ő van, úgyhogy na szóval. Mivel észrevettem őszinte érdeklődésüket sorozatunk iránt, valamint azt a leküzdhetetlen vágyat, hogy szívesen ellátogatnának a forgatásra, ezért szeretettel meghívom önöket a legközelebbi epizód felvételére. Van ilyen? Tisztelettel és őszinte barátsággal Kalamár Tamás. Utóirat, ki ne hagyják a holnapi epizódot, megéri. Hát, ne vicceljen. Hát már most melyikben a nagy... Szeret, meg most? Nem is... Barátok közt szeres most engem címmel. Nagyon kitűnös. Én meg dicsérem a csajokat, és engem meg nem hívnak, meg én elmennék, na mindegy. Na majd elmeséljük de neked. Ne arra, hogy ez nem írja oda, ez ott alvásos? Vagy csak egy rövid vagy bent lakása. Lehet, hogy lesz egy jó casting, és bekerülünk. Hát mit lehet?
És egy utolsó levél, kedves heti hetes, két dolgot szeretnék megtudni. Egy, ki az a Szalai Anna Mária? Kettő, ki az a Mimi? Hölgyeim és uraim, Major Imre! Dávölgyi János! Váncsa István! Verebes István! Havas Henrik! Falkasházi Tivada! Válaszoljak? Nem, előbb azt akarom mondani, hogy ma felhívtak az egyik nagyon fontos társasági laptól, és azt mondták, hogy kellene egy nagyon exkluzív interjút készítenem, és találjátok kivel? Jakso László. Mimivel? Azt mondták, hogy lebeg az ország fölött egy Mimi nevű valaki, akiről senki nem tud semmit, azon kívül, hogy itt a rabszolgája. A dal is csupa kíváncsiság. Azt mondja, mi az a gazd? Most már csak a Szalai Anna Máriát kéne megfejteni. Azt majd hívja a Kernand is. Vértelen forradalom zajlott le Grúziában. A 30 éves vezetői múlta rendelkező Sevardnadze egyik bizalmi embere bevallotta, hogy meghamisították a választások eredményét, mire az ellenzék elfoglalta a parlamentet. Ivanov orosz külügyminiszter látogatása után Sevardnadze távozott posztjáról. A perestrojka megvalósításában végzett érdemeiért Németország befogadná Gorbacsov egykori külügyminiszterét, de Sevardnadze még gondolkodik. Most ugye bizonyos hírek szerint a Sevardnadze vett egy építetet, nem tudom, egy házacskát Baden-Badenben, de a házacska 11 millió euróba került. 11 millió euró, nem forint, euró, ami úgy forintba átszámítva, hát olyan 3 milliárd forint körül van valamivel kevesebb. De egy szép ingatlan lehet, gondolom van benne mosókonyha is, meg mit tudom én, szolárium, ez az amaz. Tehát ott várja őt ez a kis ingatlan, és ő most éppen gondolkodik. Ami annyit jelent, hogy hát nyilván most is van valamilyen ingatlan, ahol éppen eltölti az időt, és lehet, hogy van még néhány. És azért ez a Grúzia, ahol Sevardnadze eddig országolt, a Szovjetunió egyik legszegényebb utódállama. Ott sikerült ennyit összekeresni a két keze munkájából. Tíz eurós nyugdíj van ott, és 30 eurós fizetés, tehát könnyű kiszámolni, hogy kb. 1 millió grúz nyugdíjasnak. Ha segíteni akarnánk Tivadar, akkor elküldenénk neki a magyar képviselők vagyonnyilatkozatát, amiből kiderülne, hogy kaptunk egy tanácsi lakást 4 millióért, eladtuk 64 millióért, a nagybácsikán kölcsön adott 30 milliót, valahogy csak összejön az a 30 milliárd. Azt mondjátok nekem, nekem is szöget ütött a fejembe, amit a Pista mond, hogy ugye vett egy villát, de miért Németországban? Hát ugye, amikor Németországban jár, éppen akkor ne kelljen meghúznia magát egy rossz állodában, hanem legyen valahol, ahol lehajthatja a fejét. De miért nem azt mondja, hogy Moszkvában voltam külügyminiszter, akkor Moszkvában? Azért, mert Moszkva nagyon drága, kérlek szépen. Moszkvában az árak magasabbak, mint Bajorországban, meg fogsz lepődni. Spórol! Pista, van egy elgondolásom, hogy olyan csapatok vannak Grúziában, még 10 évig, de nem szólnak bele a belügyekbe. Lehet, hogy telefonált Bádenbe, hogy ne aggódjon, vannak ott olyan csapatok? Nincsenek, akkor jó. Tehát egyébként Baden-Badenben van a legnagyobb lóverseny. Nem mondhatja magáról, hogy se ingem, se gatyám, se Várnadze. Visszatérve a juhászféle háza, mindig elolvasom a... Róla, csak a lopásról volt szó. Volt a Sevardnadze. A juhászról még nem is volt szó. A Mejeves mondta. Nem mondta. Sevardnadze házáról beszélünk. Juhász is szép, de az egy másik téma. De kiejtettem a nevet. Asszociálhatsz egy szocialista miniszterre. Csúnya. Én az... Csúnya! Juhász! Ki beszélt itt arról? Tudod mi az én... kupolgatott rá? Nem. Most az a búsuló én... juhász, arról fog most. Nem, én nagyon igyekszem, és mindig, amikor egy miniszter vesz egy házat, akkor én gondosan áttanulmányozom, és abszolút elértem a dolgot. Tehát én ezt értem. Elolvasom a másikat, azt is értem, a harmadikat is értem, a negyediket is értem, de a négyet egymás mellé teszem, akkor nem értem. Miért? Meg külön-külön lehet, de együtt nem. De, én ha egyet magam mellé teszek, azt se értem. 90 millió forint,
ahhoz már tényleg kellett családi kölcsön. Egyébként figyeljetek. Most elmondom. Van az üvegzsebprogram, lehet, hogy a H&M-ben az egyik fele tejüvegből van, nem? Elmondom, vagy hogy... pedig eladta az üvegzsebet. Elmondom, hogy ez történelmileg hogy alakult. De nem várod ki, amíg a másik mond valami értelmeset, a saját hülyeségeidet nyomod. Ez hülyeség? Hát mi lenne más? De azért tessék csak, én hallgatom. Ide figyelj! És akkor mi Rómában... Vigyázzatok, az előző adásban kibékültetek, vigyázzatok! Rómában. A köztársaság polgárai, a szabad római polgárok nagyon komoly választási kampányok után döntötték el, hogy például ki legyen a konzul. Valakinek a vagyona ráment. Na most, hogy ezt kompenzálják, nem tudom, hogy érthető-e, hogy ennyi vagyonvesztés, hogy egyáltalán közhivatalt viseljen, ezeket prokonzulként kinevezték különböző tartományokba, ahol effektíve fosztogattak. Ez a menet. Most az a baj, hogy nálunk ezt megfordították. Jó, Spanner, megint tanultál valamit! Végre egyszer mondtál valami normálisat. Apát, ha se késő ilyenek itt láttam. Tényleg ki fog hozni a sodromból, az lesz. Te, van egy meghívásunk a Muppet Show-ba, oda föl a páholyba, két szöreg helyett. A grúz választások is nagyon érdekesek voltak. Az Őrsi Mátyás mesélte, ugye ment ellenőrizni, a másik fordulóra, ami most nincsen, de az elsőről mesélték, hogy 107%-os volt a részvétel több körzetben, és volt olyan hely, ahol az utolsó órában 7 másodpercenként szavaztak, ami csúcs, mert nálunk csak 10 másodpercenként tudtak ugye a képviselők szavazni. Te. És a, nem tudom, biztosan hiszem, a legfelsőbb bíró, láttátok azt a csajt? Grúz csajt? Igen. Ez milyen gyönyörű? Az a parlament elnök. A parlament elnök? Hogy ez micsoda, hogy ő milyen gyönyörű? Nagyon szép csaj volt. 30-valány éves. Azt hittem a legfelsőbb, szebb, mint a Lomnici. Az 56-os Magyarok Világszövetsége szerint a parlament elé tervezett jégpálya meggyalázza az 56-os emlékeit és sérti az áldozatok szentségét. Nagy Ervin, a Jobbik Magyarországért mozgalom választmányi elnöke szerint nem a jégpályával van baj, hanem azzal, hogy a tervek szerint egészen az emlékhely közelébe nyúlna, zavarva az emlékezést. Hát van, azt hiszem, hogy ez a legnagyobb marhaság, amit a közelmúltban olvastam. Tudom, hogy ennek az egyáltalán semmi értelme nincsen. Ugye ez már volt ez a jégpálya tavaly. Most a helyén egy autóparkoló van. Az nem gyalázza az emlékhely szentségét. Jégpálya gyalázza. Miért gyaláz jobban a jégpálya, mint egy autóparkoló? Nem értem. Hogy gyaláz egy jégpálya? Nem értem. Miért nem koriszta annak idején a műjegen? Így csüppünk bele a lányok seggébe. Jó, de hát hogy jön össze az 56-os forradalom emlékével már az égszerűen? Az 56-os emlékeket az általában temetői csőcselék szokta meggyalázni, és nem a jégpályán. Mellesleg arra gondolok, hogy ha 56 sikeres lett volna, annak a végcélja éppen az lett volna, hogy egy parlament előtt szabadon, vidáman korcsolyázzanak a fiatalok. Teljesen igazad van. Ez a legszebb a történetben, hát ahelyett, hogy 56-ot beraktánk egy múzeumba, időnként lepuroljuk, és egy évben egyszer meglátogatjuk, hát ennél szebb nincs, mint hogy átkozódó emberek, meg sipoló emberek, meg egymás váltó politikusok, akik átkozódnak, és öljöngenek, és fogadkoznak, és próbálják megszerzni magukat, helyes kisgyerekek, hát nem sokkal szebb, amikor a pesti srácoknak a lábán van a kocsolja, mintha puska van a kezükben? Az lehet a baj. Az lett a baj, hogy ez sajnos ez orosz minta. Azt mondom, hogy a reagálás meg magyar minta, mert valahogy a mi politikusaink nem tudnak így reagálni egy dologra, valahogy ilyen kicsit elegánsabban. Így mindig. Jó. Akármi történik, legszer, miért görcsége, miért? Maradjunk annyiba, hogy ez a hír csúsztatás. Csúsztatás. Nem értjük. Újabb politikus neve került elő a paksi atomerőműnek adott tanácsadásokkal kapcsolatban. A Martonyi János volt külügyminiszter résztulajdonában álló ügyvédi iroda 2001-ben 40 milliós szerződést kötött az erőművel. Martonyi szerint ez csak egy keretösszeg, és konkrét fizetése csak konkrét megbízás és konkrét munka alapján kerülhet sor.
Idén például mindössze 1.297.000 forintot kaptak tanácsadásért. Pillanatra emlékezzünk vissza, hogy a Medgyessy féle cég az mikor szerződött le Pakssal? 91. Pontosan. 91-ben, tehát Antal József, vagyis konzervatív oldalról való kormányzás alatt. Most Martonyi mikor szerződött le? 2001. 2001-ben, tehát konzervatív. Na de a... Azt hittad, hogy most mi? Nem, hát nem, ő a saját kormány oldal. Saját kormányzások alatt, igen. A saját kormányzások alatt szerződött. Igen. És az mégis Medgyessy pedig nem. Mellesleg egyébként ez a... Most jön a demagógia, figyelj. Ez az 1.297.000 forint, ez nem olyan nagy összeg ahhoz képest, hogy még ennyit se ítélt meg a bíróság, két ártatlanul börtönbe húzott cigányban. Remélem, én nem vagyok egy jogi zseni, hogy finoman fejezem ki magam, hogyha ez csak egy keretösszeg, nem akarom bántani, nagyon szeretem a Martonyit, ha ez csak egy keretösszeg, és csak ténylegesen azért fizetnek, ami dolgozik, akkor minek ez a szerződés? Akkor mit jelent ez a keret? Rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy én rendelkezésedre állok. Tehát, hát, hogyha például valami nem jut eszedbe, akkor én egy havi általányért vállalom, hogy felveszem a telefont, és felvilágosítalak. Ja, tehát akkor köteles vagyok 40 millió forintig dolgozni neked. Jó, legyen. Szóval, Martonyi ezt az egészet más megvilágításba helyezi, részben tagadja, stb. Ez mind rendben van, és nyilván neki van igaza. De egyébként valóságosan is dolgozik az irodája ennek az erőműnek, és ilyen tanácsokat ad, hogy idézem, véleményünk szerint a felelősségi kérdés tisztázásában a megrendelőnek és a vállalkozónak együtt kell működnie. Most én azt kérdezem meg, hogy mit gondoljak én arról az atomerőműről, amelyiknek ilyen jogi tanácsokra van szüksége? Én tök hülye voltam fizikához, de most fölállítottam életem első és utolsó fizika törvényét. Paksnak minél többen adnak tanácsot, annál jobban csökken az erőmű teljesítménye. Vigyázni kell, hogy ki ne szivárogjon. Lehet, hogy Paks... SMS-en esetleg. Lehet, hogy még Pakson a neutronokat is meg kell kenni, hogy mozogjanak a reaktorban. Ez jó volt, nem? Jó. János, nem nekem tetszett. Japán rendőri statisztikák szerint csaknem 4000 károsult utalt át kisebb-nagyobb összegeket csaló telefonálóknak, akik szia, én vagyok, mondattal köszöntek, és hol autóbalesetre, hol máskor nem kívánt terhességre hivatkozva azonnali segítséget kértek rokonuktól. Ez nem nyerő mondat. Szia, én vagyok. Azt próbáltátok hajnali 4-kor hazaszólni? Szia, drágám, én vagyok. Ó, de nem nyerő. Azt nem nyerő. Nem szabad. Nekem két nap a rekordom, hogy együtt voltam valakivel, és két nap alatt nem tudtam kideríteni, hogy honnan ismerem. Azt mondta, hogy ő ismer engem, nagyon jóban voltunk, és össze-vissza kérdezgettem, és sehol nem találtam, pedig én mindenkit ismerek. Meséltem, mikor az angyal Jancsi kibédi hangon fölhívta a harangozó Terit? Nem? Angyal Jancsi fölhívta a harangozó Terit, de üzenetrögzítő volt csak. Mert én van, én azt mondom, hogy a meg csak jobban csinálom. A kibédi hangján fölhívta a harangozó Terit, hogy Terike, most megyek tárgyalni, és... Jobb, tudom, de én tudom a történetet. Mondjad el, ő meg elmondja. Megyek tárgyalni, most össze Jugoszláviában lesz egy hakni, de ne hívjál, mert kettőig biztos háromig van, de háromkor viszont hívjál, mert reggel választ kell adjak, tehát három éjszaka, három és négy között, hogy jó-e neked ez a hangni. Angyal Jancsi kibédi hangból. Hajnali 3-4-kor csöng a kibédénél a telefon. Tessék! Giling-galang! Bim-bam! Bim-bam! Mi az, hogy mi van? Harangozó Teri vagyok, a jugoszláv kakni, az anyja p***ját az anyja Jancsinak. Tudta, hogy honnan jön a... Az egyik legédesebb Sándor Gyuri, mikor csöngetnek egy nő áll az ajtóba, és azt mondja, édesanyám, unokatestvér tetszik lenni? Nem. Azt mondja, édesanyám, munkatársa tetszik lenni? Nem.
Nem, az édesanyám munkatársának a lánya tetszik lenni, nem? Édesanyám. Az Ervinnek a nagy hakni mondata, tudod, amikor bárhova megérkeztek egy faluba, város, teljesen mindegy, hogy hova, és Ervin már nagyon ki volt tikkadva, és eléjött, akkor még úgy volt, hogy eléjük jött a kulturális igazgató, hogy üdvözölje a truppot, és akkor kiszállt a kibidő a kocsim, és azt mondta, kezdj csókolom, milyen szép kultúrházuk van, erre iszunk? Mind kezdődött, engem tudod, hogy ki volt? Én van 500-askám. 500-asnak hívott. Annyi volt a gázsi, nem? Nem. Apámat hívta ezerarcú verebesnek. Ja? És a fia? Én a fele voltam. Gálvölgyi János azt nyilatkozta a Rep Revű Romeo című film forgatókönyvéről, hogy azért... Ez egy hirdetség? Igen, hogy azért tetszik neki, mert az általa alakított figura egyáltalán nem Gálvölgyi is. Majd hozzátette, ezt a figurát minden stiklije dacára lehet szeretni, mert vannak igazi, szép emberi vonásai. Egyébként tényleg egy mafiózót lehet. Én például minden egyes ilyen bűnügyi vagy krimiben, én mindig a rossznak rukkolok. A halál komolyan. Na, de annyira nem... idegesítem vele azokat, akik velem együtt nézik a tévét, hogy már megéri egyébként. De ez tényleg nem egy Gálvölgyi is, hogyha lehet szeretni, nem? Hát persze. Próbáld. Hát te mondtad, nem? Próbáld egyszer egy mesét a gyerekednek fordítva elmondani, hogy ez a kibírhatatlan, piroska. Szörnyű piroska, aki elcsábított ezt a kedves farkas, és megzabáltatta vele azt a ronda, borzalmas nagyanyját. Azt a fanyat töreg asszonyt. Itt a öklendezett az a szegény farkas, el lehet mondani úgy is a mesét. És akkor tanulja meg. Valamelyen keresztapát játszol? Igen. Csókoltasd meg a gyűrűdet az Imivel. Ő nem a mi klánunk tagja. Ha erről beszélünk, akkor ezt elmondom, csak azért, hogy jobb kedvünk legyen, hogy beszélget három pali, egy amerikai, egy francia és egy roma. Azt mondja az amerikai, azt mondja, képzeljék el, én megyek haza, és az én Mary-nek az a lába a lóról leér egész a földig. Azt mondja, nem azért, mert olyan kicsi a ló, azt mondja, mert olyan gyönyörű, hosszú lába az én Mary-nek. Azt mondja, francia, én is tudok egy ilyet, és nekem is volt egy hasonló esetem, mert a haszafeleségemnek megfogtam így a derkát, azt mondja, és átértem a köszönet, nem azért, mert olyan óriási nagy tenyér van nekem, hanem a feleségemnek olyan könnyű, édes, pici derke van. Azt mondja a roma, na most én is mondanék valamit. Én például, mielőtt megyek el a munkába, így rápaszkolok egyet az asszonynak a szegére. Mikor hazajövök, akkor még mindig remeg. De nem azért, mert az asszonynak akkora hatalmas nagy szege van, hanem azért, mert olyan hamar hazaérek a munkából. Most reklám következik. A fekete leves. Mondja, már majdnem megvettem a Pozitív gondolkodás előnyei című könyvet, de aztán arra gondoltam, ugyan mire lenne ez jó. Kedden elkezdődött az 5 évvel ezelőtti Viking klubban tartott neonáci találkozó vádlottjainak pere a bíróságon. A vád közösség elleni izgatás. A tárgyalás előtt az egyik vádlott védőügyvédje a következőket mondotta a bírónőnek. A tárgyalás előtt az egyik vádlott védőügyvédje a következőket mondta a bírónőnek, idézem, kénytelen vagyok megkérdezni, a bírónő zsidóvallású vagy zsidó származású-e, illetve a bírósággal kapcsolata olyan-e, amely az ügy elfogulatlan elbírálását lehetővé teszi. A bírónő közölte, hogy nem köteles erre a kérdésre válaszolni, majd hozzátette, nem érzem magamat elfogultnak, és nem is vagyok zsidó származású, ha ez a kérdés abszolút nincs a felmenőim között. Elképzeltem ugyanezt a ügyvédet Amerikába, hogy megkérdezze a bírónőt, hogy kénytelen vagyok megkérdezni, hogy maga néger? Azt mondja, nem, akkor kérem, gyújtsa fel a villanyt. Tehát... Azt lehet kérdezni, hogy hülye?
ha már itt tartunk, hogy az mindenki tudja, hogy az illető ügyvédet Grespik Lászlónak hívják. Honnan tudja? Nem volt a hírbe. De benne Grespiknek hívják az illető ügyvédet, aki ezt kérdezte. Egy Grespik László nevű ember... Nem olvastuk, most hallottuk. Általánosságban beszéltem, mint a legfelsőbb bíróság elnöke szokott. Konkrét ügyekkel nem foglalkozunk. Szerintetek a vágó műsorában hány forintos kérdés volna az, hogy ki lehet az a magyar ügyvéd, aki megkérdezte a bírónőt? 50 forint. Azt mondja, ingyen. Ezt meg kell tudni. Ki lehet az vajon? Verbes, neked van egy fel... Adjál engem a p***jába békén. Neked van egy felperesed. És nem jelensz meg valahol. És én a következőt tudtam meg, hogyha legközelebb nem jelensz meg, akkor tudod, mi történik? Nem hallottam még ezt a kifejezést. Azt, hogy elővezetés, azt hallottam. Nem az lesz. Útnak fognak indítani. Az azt jelenti, hogy kb. Hajnali 3-kor jönnek, akkor biztos otthon vagy. Bazitán. Nem engedem be őket. De esetleg az útnak indítás az azt jelenti, hogy mondjuk 5 métert előre mész, és utána, ha elmentek 5 métert hátra, egyébként ez az egyiptomi keszvizsgat, tehát ezt minden további nélkül megteheted. De útnak fognak indítani. Nagyon helyes, jöjjenek, berhetnek bilincsbe, de önszántamból nem megyek oda. Polgári engedetlenség, ilyen is van. De nem egy... Azt már bocsánatot kérek, hogy ez az ember féle. Én általánosságban beszéltem. Ezt a kérdést fölmeri tenni, amiért Amerikában a bíró azonnal bilincsbe vezetteti el, tehát letartóztatja a bíró egy ilyen kérdésért. Itt a bírónő óriási hibát követel, hogy válaszol rá. Ezt az embert szabadlábon hagyják jönni-menni ebben az országban, miközben azért, mert én azt mondtam neki, hogy anyád 350 ezer forintra megbüntettek. Egyébként egy dolgot ne felejtsünk el, ez a bizonyos ember, ezt kérem szépen a fővárosi közigazgatási hivatal vezetője volt oly módon, hogy Stumpf István jelölte és Orbán Viktor kinevezte. Úgy látszik, hogy közelről ismerték. Álságos, farizeus magatartásnak nevezte a Fidesz szóvivője Lendvai Ildikó azon javaslatát, hogy a rendszerváltás utáni miniszterelnökök együtt koszorúzzák meg Antal József sírját halála 10. évfordulóján. Most azok próbálnak politikai tőkét kovácsolni a halálából, mondta Révész Márius, akik miniszterelnöksége alatt annyi rágalmat, mocskot szórtak rá, akik létrehozták ellene a demokratikus kartát, akik tömegbelövetés gondolatával gyanúsították meg, akik antiszemitizmussal és a demokrácia eltiprásával vádolták hosszú időn keresztül. Álljon meg! Tegye fel a kezét, aki elhiszi, hogy ennek a történetnek úgy lesz vége, hogy nincs benne Indián. Most figyeljenek! Révész még hozzátette, erről a kezdeményezésről az jut eszébe, hogy csak a halott indián jó indián. De a Márius azt nem kérdezi meg, hogy is ki volt az, aki lehazugozta például Antal Józsefet szemtől nem szembe? Nem illik. Márius nem az a típus. Na most akkor egyet azt mondjak a... Márius ilyenkor bólogat és azt mondja, Máriusnak hogy de szar nekem. Azt szeretném mondani... Sőt, ilyenkor azt mondja neki Orbán Viktor, Márius, nézd a szemembe. Azt mondja, Márius, nézd a szemembe. Ugye nem jutott eszedbe, hogy én hazugoztam le. Nem, azt mondja Márius, én nem. Tegnap az egyetemen órán arról volt szó, illetve arról beszéltem, hogy hírekben, hírműsorokban csak olyan jelzőket szabad használni valamely politikai pártokkal szemben, tehát a liberális, jobboldali, centrista, stb., amit önmaguk is magukra használnak. Világos, ugye? Tehát például, hogyha azt mondja valamelyik párt magyar, hogy én radikális vagyok, nekem jogom van radikálisnak nevezni. Ha ő jobboldali, akkor jobboldali. Egyébként nem mondhatom sem azt, hogy keresztény, sem azt, hogy baloldali, sem azt, hogy szociáldemokrata. Nem tudom, hogy világos, hogy erről beszéltem. És akkor mondtam, hogy például, a munkáspárt felvállalja, hogy baloldali párt. Világos, ugye? Az ember akkor van szarban, amikor végig gondolja, hogy a Fidesz már mi minden volt. Nem?
Az ember nem tudja most... Sokat beszél, a végén mond egyszer-egyszer. Te is dicsérd meg most először, dicsérd. Nem, én ezt olyan... János, te szívből szeretsz engem, csinálj úgy. Ajaj, ezzel baj lesz ezzel a szívből. Szeress most, igen. Érdekes, hogy miért arról az oldalról gyűjtesz vazallusokat? Hát próbálj megnyerni engem például. Tudod, kinek kell. Az a baj, hogy én nemrégében azt mondtam, hogy mi mindenen viccelődünk, és ebben semmi vicceset nem találok. Tehát ez olyan végtelenül szomorú, és nem akarom elszomorítani ezt a műsort, de ez azt jelenti, hogy ez nem lokális háború, hanem egy globális háború, ami mindenre kiterjed, és a legszörnyűbb, hogy ezt egy kedves fiatalember mondja. Aki, én nem tudom, mit csinált 90-től 94-ig, hát ez a Révész Máriusz. Egy kedves fiatal Máriusz. Nem úgy hívják? Egy gondolkodó, töprengő típus. Hát amíg az indiánt kitalálta, olyan hülyeségeket beszél. Nem arról van szó, de hát egy fiatal ember. Hát ezt gondolt, hogy ő mondja. Ezek az ügyekben... Bocs, tudom, a lendvai érikosből állt a parlamentben, kérdezték tőle valakivel megbeszélte, nem? Ő meg csípőből mondta utána, pár perccel rá. Tehát pár perc alatt egy ilyen kemény választ mondani, hát 90-től 94-ig egy nagyon pici párt volt az MSZP. 30-an voltak a parlamentben, meghúzták magukat, csöndesek voltak. A Fidesz mondta a legkeményebb dolgokat, a kartát valamennyien aláírták. Hát hihetetlen módon, és a legszörnyűbb, hogy egy halott fölött zajlik minden. De Teri, hadd tegyem már fel a másik kérdést is, ezt a Lendvai Ildikó, amikor elmondta ezt az egész dolgot a parlamentben, nem sejtette, hogy ez következik? Igen. Nem sejtette, hogy a Fidesz ezt így fogja lereagálni? Nem, soha nem hallott még arról, hogy ezeknek egyetlen céljuk van, hogy találjanak egy picike támadási felületet, amiben jól bele lehet rugni. Hát nekem volna egy hatalmas, nagy, gonosz szomszédom, aki minden alkalommal, amikor elmegyek mellette, jól fejbe vág a lapáttal. Legközelebb oda mennék hozzá, és oda tartanám a buksi fejemet. István, neked teljesen igazad van. Csak reggel felkelek, ülök, hogy följött a nap, szép idő van, november 17. Celsius. Bocs, és akkor föltegyek egy ilyen számot magam, és akkor itt osonok, nem tudom, az egyik sajoktól a másikig, és leolvasom az ellenségeknek ennél, a számát. Ennél szomorúbbat mesélek neked. Az egyik gyerekem, nem mondom meg, hogy melyik, mert nem akarom lejáratni. A kettőből azt, amelyikre. Mondom, egyébként egy tüneményes gyerek. Tüneményes a fiú gyerek. Vagy a lány, csak nem mondom. Azt mondja az egyik, hogy ezek a szocialisták. Ez a 21 néhány éves. Azt kérdezem tőle, ha én mondanám, aki végig csináltam, végig szívtam azt a 40 évet, akkor azt mondom rendben, hogy neked mi a lófasz bajod volt a szocializmusban? A seggedet nyaltuk ki, elvettek két pár cipőt a szlovák határon, ennyi volt a szocializmusban a bajod, és bele van injektálva egyébként a másik előítélet is, hogy azt most... utálni kell. Most az igazi probléma az, hogy elfelejtettem. Ezt nem értetted meg, amikor azt mondtam, hogy ez az egyetlen egy szörnyelem van ennek a történetnek, hogy ezt egy fiatal ember mondja, akinek az égvilágon semmi baja nem lehetett. Hagyja meg nekünk azt a sok de, bajt, ami volt nekünk. De így a diplomával, vásad el a diplomát, nesze! Mondta az a rohadt állam neki. Fiamnak 14 és fél évesen betettem a zsebébe a pénzt, és föltettem egy repülőgépre, vízum nélkül elment Londonba. És a Ferihegyen azt mondom neki, micsoda nagy, nem tudod te, hogy ez mi történt most a világban, és az én életem, hogy ezt megtettem. Szóval fiam, miért? Mondom, mi az, hogy miért meg? És elkezdtem sorolni, hogy itt mi volt, és hány év, meg három évente, és útlevél, és küzd, és dollár, és mindent elmondok. Mit mondott a fiam? Miért hagytátok? És azt gondolom, hogy neki igaza van. Szili Katalin házelnök kezdeményezi, hogy mesterségesen árnyékolják le a parlamenti üléstermet, hogy a képviselők ne zavarhassák mobiltelefonálással az üléseket. Szili kérte a frakcióvezetőket, hogy beszéljék meg a képviselőikkel az elképzelést, a parlament főigazgatóját pedig megkérte, hogy tájékozódjon a technikai lehetőségekről. A frakciók megosztottak a javaslattal kapcsolatban. Én szoktam nézni a parlamenti közvetítést, kedves Szili Katalin, már rég le van árnyékolva az egész országgyűlés. Nézem őket, de hát azt kell mondani, hogy ne kapcsolják be azt a kurva mobilt, hát ilyen egyszerű. Nem. De! Én azt mondom, hogy csak mobilozzanak, mert addig se beszélnek.
olyan parasz dolog, de színházban is, de autóban. Most is jöttem, egy ilyen Bunkó Béla, így ment, tehát valami egyik sávból a másikba, és az is rendeltben, ugye megvan tiltva. Egyébként tudod, mi lesz a haszna, hogyha meghozzák ezt a határozatot? Hogy lesz ilyen árnyékolás gátló telefon, csak sokkal drágább, amit majd megvesznek, hogy úgy beszéljenek. A legjobb a Herényi volt, nagyon szeretem a Herényi mondatait, de ja, ilyen jót régen mondott. Fölírom, hallom. Azt mondta, hogy egyetért a javaslattal, mert elég, hogyha csak a frakcióvezetőknek van egy mobiltelefonjuk. Most ő véletlenül frakcióvezető. Képzeld el, hogy... Nem mobiltelefonjuk volna nekik, hanem vezetékes telefonjuk, tehát ők sem mobilozhatnának, ha egyszer le van árnyékolva az egész. Na de képzeld, a frakcióvezetőt rájárnának, mint házi buliba a retyére, képzeld nála van. Minden hívás hozzáfutna be, időnként felállna a frakcióvezető, és elkiabálna magát, hogy Kovács Kálmán menjen haza vacsorázni. Egyébként nem ez a probléma, tudom, hogy János, te szoktad látni néha nem a magyar, hanem a brit parlament üléstermét. Érdekes ülésterem, nincs benne senki. Akkor, amikor éppen ülésszak van. Tehát megy az államélet, a képviselők nem tartózkodnak az ülésteremben. Hol tartózkodnak a képviselők? Kérem szépen, az Albert nevű kocsmában tartózkodnak, nem messze a parlamenttől, vagy a Red Lion-ban tartózkodnak. Ott lehet mobiltelefonálni, van egy kolomb a Division Bell, azt megrángatják, akkor, amikor jön a szavazás, akkor a képviselő felhörpenti a sörét és szalad szavazni. Na most kérem szépen, az egésznek az a lényege, hogy kettő kocsma van, de nem úgy oszlik meg, hogy az egyikben a konzervatívok járnak, a másikban meg a munkáspártiak, nem. Ezek vegyesen járnak a kocsmákba, és ami elképzelhetetlen nálunk, beszélnek egymással. Szóba állnak egymással. Megbeszélnek egymással olyan dolgokat, amiket az ülésteremben amúgy nem lehetne. És ezért valamilyen oknál fogva ott működnek a dolgok a mobiltelefonálás ellenére is. Másik dolog, hogy én voltam az angol parlamentben, csak arra mondom, hogy attól, hogy mobiltelefonálnak, vagy telefonálnak a széksorok között, attól még minden további nélkül mehet az ülés, ugyanis a Prime Minister Question az egy héten egyszer van, ha jól tudom, szerdán, amikor is a miniszterelnöknek meg kell jelennie, mondjuk 3 órakor, azt hiszem 3-kor, és 3:20-ig bárki az ülésteremben azt kérdez tőle, amit akar. Most én a Margaret Thatcher-t láttam, akkor még a televízió nem közvetítette, csak a BBC rádió, tehát országgyűlési választás előtt álltak, tehát nagyon fontos volt, hogy a rádióban mi hangzik el. 3:01 a Thatcher-nél megjelent egy retiküllel, 3-ra odaért a pulthoz, innentől kezdve elindult az ellenzék soraiból egy hihetetlen ösztűz, de olyan hangzavar, hogy én, szóval ha el kéne mondanom nekem mondjuk az Értől az óceánigot, amit tudok, egy adivers, úgy, hogy ti beszélgettek, vagy zajongtok, akkor biztos, hogy belebakiznék, vagy nem tudnék koncentrálni. Ez a nő, ez ott kérdeztek valamit, akkor azt mondta, bocsánat, egy pillanat, ön azt kérdezte, hogy 52-ben hogy volt a bányásztrájk, megmondom, ennyi és ennyi veszteség volt akkor maga, és mint egy zsonglőr, de közben dumáltak, véleményezték, leszólták, ez a nő ott, és 3:20, 20 másodperc, azt mondta, hogy erre a kérdésre a jövő héten válaszolok, megfogta a retikülét, kiment, és értettem, hogy miért ő Anglia miniszterelnöke. Ebben azt akarom mondani, hogy egy zsenit láttam, de igen. Egy zsenit. Hagyd mondjam el neked, hogy most már nem lehet masszolni a kameramanoknak, mert 90-ben, 91-ben még unták magukat, ugye, és ezért ilyen érdekes szituációkat hoztak, igen, az ülésteremből. Igen, piszkált vagy az órát, vagy aludt, vagy ette a nyakkendőjét, nem tudom. Most már tilos, tehát csak totált hozhat, vagy a beszélőt hozhatja. Na most egyetlen egy helyen kéne valahogy viselkedni ez a beszélő mögött. Múltkor kérlek szépen a Kovács László érzékletes szavakkal gyönyörű szépen beszélt 56-ról, és mögötte bejött a Gyénémet Erzsébet, akit az Isten is politikusnak teremtett, leült, nasizott, csevegett, bóklászott a ridiküljébe, olyan ellenmozgást csinált színpadon, hogy... Na, ide akarok kiukadni. Most ja, bocs, fogadjunk. Nem vette észre, hogy előtte beszél az elnöke? Nő. Tehát amit azt akarom kapsz... mondani, hogy Margaret Thatcher ugyanaz lett tökben otthon, mint az én feleségem.
Olyan nincs, érted? Hogy megszólal az a rohadt Ajda bevonulási induló, vagy valami azon a szar telefonján, és sose találja. A táskába így keres, érted? Így, így. Elővett már mindent. Az a telefon még mindig nem került elő. Hát ilyenkor én megörülök. Na mindegy. Várjál, telefonál. 10 perc múlva megint szól, megint nem találja. Akkor a fürdőszobába eszébe jutott, hogy ott, érted? Akkor ott is csöng, keresgél a fürdőköpenyében. Ez a Margaret Thatcher a ridiküljével ugyanaz lett tökbe. Egy nőt nem ismerek, aki tudja, hogy haza kurva telefonja. Egy szerencsés ember vagy. Hát én ugye távol vagyok az otthonomtól, az én feleségem a következőt tudja. Van neki egy mobiltelefonja. 3 eset van. Vagy nincs bekapcsolva, vagy be van kapcsolva, de nem veszi föl, vagy otthon hagyja. Annál undorítóbb. Én mindig azt mondtam, annál undorítóbb nincs, amikor egy nő szájában cigarettával, autóval tolat. Így kiáll, érted? A Dracula a kutya f***a hozzájuk képest, de most már ott tartanak, íg a cigaretta, és még a mobil, és megy rajta, és tudnám megölni őket, érted? Borzalmas. Most kihasználod, hogy nincs itt a Juci, 7 férfittel hallgatja, hogy te szidod a nőket. Nem, ő a Juci, saját, bocsánat, ő a saját feleségéről beszélt. Nem, az én feleségem meg olyan, hogy megszól a telefon, oda megy, fölveszi, azt mondja, haló, ugyanis nincs mobiltelefonja. És mindig megtalálja a telefon. Ez állandó helyen van a lakásban. Annál van egy jobb, hogyha a feleséged van állandó helyen. Azt ő is a lakásban van állandóan. Melyikőtök az, amelyik híradó függő? Tehát nekem megmondom őszintén, még a kabaré időszakában, amikor nap mint nap konferáltam, van egy bizonyos reflexem, az újságról már leszoktam. De a híradó... Ha tudom, akkor én igen. Akkor a híradó az a híradó. De én az összeset nézem így egyszerre. Az összes barátom mikor szokott telefonálni? Akkor. A kurva életben. De még hogyha néha egy évben egyszer csak egy nagyon jó krimi van, akkor azt mondja, és akkor a gyilkos, halló, nem zavarlak, mondom, anyád, nem. Megőrülök. Megőrülök. De olyanok is, nem mondok nevet, amit a Jusz Laci például, aki maga is egy, ugye... A Jusz az éjjel fél egykor szokott telefonálni, és akkor már híradós. Képzeljétek el, tegnap vagy tegnap előtt meghallgattam az üzeneteket. 8 óra és egy férfi hang. A jó p***a édesanyád. Ébi, Ébi! Ne, ha... Ne! Annyira... Visszahívtam. Volt visszahívási lehetőség, kicsöng a telefon. Mondom, jó napot kívánok, Havas Henrik vagyok, azt hiszem ön keresett engem. Mondom, mi van? Azt mondja, na áll a jó Istennek, hogy legalább visszahívják az embert. Mikor szerelik be a kábeltelevíziót? Mondom neki, hogy én nem foglalkozom kábeltelevízióval, akkor mi a lopcnak ki volt vissza? Azt mondja, én a kábel TV szerelőt kerestem. Mondom neki, Havas Henrik vagyok. Azt mondja, na és mit érdekel, hogy ott hívják? Tudsz szerelni, vagy nem tudsz szerelni? Menj el a p***sába, szeretem. Végre a helyedre kell ütni. Egyébként... Várjál, fogják őt még hívni a kábel televíziótól. Ezt akarom mondani, lehet, hogy tudok kábel TV-t szerelni. Azt nem, de ott fogsz szerepelni majd egyszer. Á, édes Pistám, te voltam az a remek altévé, vagy... Kézzed, bekapcsolom. Naptévében. Édes csillagom, én képernyőn vagyok, ugye? Melyik kerületet szeretnéd vezetni? Én? Igen. Hát érzelmi okokból Óbudát. Indult egy új jogi műsor, olyan, mint a tiéd. Az betyár. Nem, az betyár. Hát oda, ott aztán van, színjátszak. Petrának amnéziája van, de hirtelen emlékezni kezd. Hát én ilyenet. Ez a Katalin bírónő? Hát én kegyetlen. Na de várjál, volt olyan dráma, hogy azt hittem, hogy ott összevizelem. Jaj, te! Megölted agyámat? Jaj! Volt egy, aki drámázott. Hát emberek, nem mondom, hogy színészek, mert nem tudom kik. Hát ezek nem. Tényleg nem tudom kik. Lehet, hogy tényleg nagyon tehetség, egyébként tehetséges emberek eljátsszák a katarzist, a bíróságot. Te azt mondtad, mert az nem most azt mondtad, de azt mondtad, hogy ezt mondtad. De az lehetne jó, és ez lehetne jó. Én most jó voltam, de ők borzal. Ja. Rémálom. Hát ez volt régen a jogi esetek, tudod. Jaj, megölted anyámat, jaj, de nagyon fáj. Csak szépen betanulva. Egyetlen egy dolgot
Hadd mondjak, volt egy tündéri római jog professzorunk, aki engem is tanított, és sajnán felett olyan helyes idős bácsi volt, és akkor azt mondta, hogy kérem szépen, tessenek szívesek lenni, elszakadni az anyagi jogtól, életszerű megoldásokat kell találni. Én például kezdő ügyvédkoromban egy nemi erőszak ügyében jártam el, és az történt, hogy egy igen magas hölgy volt, és egy igen kicsi volt a vádlott. És akkor én azt mondtam, tisztelt bíróság, próbáljuk meg, hogyan lehet ezt a dolgot életszerűen megoldani. És akkor kérem szépen a sétett a hölgy, aki azt állította, odaállt, és azt mondta, hogy hát kicsit le kellett googolnom. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség nem támogatja a Szerencsejáték RT privatizációját, közölte Tállai András hétfőn egy sajtótájékoztató keretében. Mint mondta, szerinte a megyesi kormány le akarja vágni az aranytojást tojó tyúkot. Azt a Rákosi mondta, nem? Mm-hmm. Igen. Írtam egy új könyvet. A szerencsejátékokról írtam egy új könyvet. Igaz, igen. Lehet ez? És, csak nem vágtad le az aranytojást, hogy tyúkot. Nem, esik róla ebben szó, mindenről. Kutyaviadalról, lóversenyről, a Tivadart 20 éve nem látták. Köszönöm. Tibi bácsiról, aki mindent megnyert. Teljesen mindegy, ugyanúgy költözöm a polcra, és ott maradt. Kitűnek a havas könyvek. Nekem már van otthon, nekem már 4 méter van otthon belül. Ahogy van ilyen sorozatlövő, van egy ilyen sorozatnyaló, az a Jani. Szeretnék visszatérni az aranytojás tojótyúkhoz, ugye, meg Rákosihoz. Tudjuk, a helyzet az, hogy a Szerencsejáték RT-vel kapcsolatos problémák nem érdekelnek, de ha már az aranytojás tojótyúk levágásáról és ezt követő esetleges megfőzéséről van szó, akkor viszont ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy jobb forráshoz nem tudnak fordulni, mint ehhez. Ez a mű, kérem szépen, hát nem akarok túlózni, de életem főműve. 1001 recept. Csodálatos. A célom tulajdonképpen az volt nem vele, hogy... A kedvéket, az előbb egymás mellett pisültünk a szünetben, és azt mondtad, hogy azon kívül 17 eszé is van benne. Hát természetesen, mert úgy éreztem, hogy önmagában véve a receptanyag nem volna eléggé iránymutató. De nem, hát azt mondjuk el, hogy Váncsa Pisti, de nagyon jó főz, úgyhogy ez nem egy kabukéről könyv, tehát ugye? Hogy te ezeket meg is csináltad, az 1001-et. Hát én 30 éve főzők, tudjuk, amikor megnősült, nagyon korán nősültem először, és abban a kivételes szerencsében volt részem, hogy a feleségem egyáltalán nem tudott főzni. A feleségem oly mértékben nem tudott főzni, hogy azt hiszem, hogy zacskós levest akart készíteni, vagy valami ehhez hasonló kifinomult fogást. Feltette a vizet a tűzhelyre, állt mellette, várt egy darabig, várt. Egyszer megkérdezte az anyámtól, hogy mondd, mami, ez már forr. Nem tudta megítélni, hogy forr-e a víz, vagy nem forr. Az ilyen körülmények között persze nekem könnyű volt babérokat aratnom, tehát ennél ugye már az első pillanatban is többet tudtam, hát aztán persze gyarapodtam. De régóta készülsz rá? Hát tulajdonképpen elég régóta, igen. De ha ez beválik, akkor tudod, mi lesz? Mert ez az első lépcső, hogy elmegyünk ezekbe a szupermarketokba, és akkor lesz ilyen váncsaféle fűszerkeverék, meg... Nem lesznek ilyenek? Milyen nagy és bolta? Akkor hagyd az élet és irodalmat a francba. Akire te gondolsz, az Horváth Rozi. Makrél a szó, mint egy 60 különféle halfajt jelöl, közös jellemzőjük, hogy torpedó formájúak, a tonhal és a bonito rokonai. Rá fogsz te még erre p***ni, hogyha arra gondolok, hogy mi volt a teknős békából. De az milyen kinyitottam, csirkecombok áfacsaló módon. Teknőc leves van benne, teknőc. Hogy mi van alatta? A következő. Ja, a csirkecombok vámorgazda módon. Na most nem is gáztatlak, Pista. Igen? Kinyitottam valahol. Légy szíves, mondd el, hogy csinálod a seris fahéjas csirkét. Csirkéből serivel fahéjjal. A telefonszámunk 0-1-3-82-21-44, a címünk Budapest 11-19, Fehérvárunk 89-95, az e-mail cím hetihetes@rtl.hu, a weboldal pedig, mint mindig, www.rtl.hu. Találkozunk egy hét múlva, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!